így gondolkoztunk, nem értettük meg magunkkal kapcsolatosan, amit Isten gondol. Amikor megértjük, egyszerűen kilépünk ebből a lépcsőzetes gondolkozásból. Ehhez, bocsánat, mondjam még egy ilyet, ez egy ilyen nagyon meredek, nem azért mondom, mert meredek, de teljesen úgy hangzik, ez a Jakab 5-nek a vége, vagy nem Jakab, a zsidó 5-nek a vége, és a 6-nak az eleje. Ugye a zsidó 5-nek a végéről többször beszéltünk, hogy itt azt mondja, hogy akik a megigazultság beszédében jártasak, azok nem kiskorúak. Tehát a kiskorúság, meg a nagykorúság között ez a különbség. Megértetted a megigazultságot, nem mint tanítás, hanem az azt jelenti, hogy ki vagy te, hogy kinek jelentkezik ez, vagy nem. Amikor ezt megértetted, utána azt mondja a hatos, és ez nagyon fájó lehet, azt mondja, hogy annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet. És amit itt felsorol, ezt én erről még nem beszéltem, de amit itt felsorol, amit úgy híresült el, hogy ez a keresztény alaptanítás, ezekre mondja az ige, hogy ezeket elhagyván. Azt mondja, hogy nem rakosgatván le újra alapját a megtérésnek, a hitnek, a kezet rátevésének, stb. Amikor mi megértjük azt, hogy Isten mivé tett bennünket, akkor egyszerűen ez átlépi ezt az egészet, mert minden benne van abban, hogy téged az ige kinek jelent ki. És erre mondta, hogy ha megértitek a megigazultságot, és érettkorúak vagytok, akkor nem kell újra lerakosgatni. Egyébként ezek a tanítások, ezek a zsidó alaptanítások voltak, azért is itt a zsidó levélezik, a zsidóknak egy levélben van, ezek az Ószövetségben a mosakodás, stb. Amiből annak megcsináltuk a keresztény verzióját is. De mögött az van, hogy nem jutottunk el a megigazultságnak a beszédére, nem lettünk járatosak abba. Amikor abban járatos vagy, akkor egyszerűen rájössz, hogy nem kell ezt az ABC-ket tanítani az embereknek, hanem egyből tudod azt tanítani, ami a vége. Nem jelent, hogy nem lehet a hitről beszélni, vagy ilyenekről, de nem azért beszélsz, mint egy ilyen osztályok, hogy mész egyik, meg a másik, meg a harmadik után. Valaki a Facebookon így beszélgettem, és ő is ilyeneket mondott, hogy ugye először meg kell értened ezt, és akkor meg kell értened azt. És akkor mondtam, hogy igen, hogyha a Bibliát csak egy betűnek veszed, akkor valóban így működik. Hogy addig, amíg ezt nem tudod, addig nem megy tovább, mert erre épít ki a másik. Csak úgy rájöttünk ugye arra, hogy az ige az nem a Biblia, nem egyenlő. A Biblia az írott ige, de maga az ige, az létezett a leírt Biblia előtt már, és létezik akkor is, ha minden Bibliát elégetnének. Mert növekedett az ige akkor is, amikor nem is volt ige leírva az apostolok cselekedetei idején. Tehát látjuk azt, hogy az ige, az itt van bennem lüktet, meg bennem lüktet, meg Krisztusban lüktet, és kijelent téged. Tehát az ige nem egy tanulmány, nem egy tudomány, ami fokozatosan elsajátítható és úgy épül egymásra. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mert különben egyetemet csinál belőle, és igen, és vitatkozhatunk azon, hogy ki érti jobban, vagy ki nem érti jobban. Jó, tehát ez az, amikor úgy gondolom, hogy ami a megértésünket így szavarhatja. De hogyha egyszerűen elmered ezt engedni, hogy látod azt, akinek Isten lát téged, ez az evangéliumnak a lényege, hogy az ige kijelent téged. És most visszamegyünk a János evangéliumra. Amikor azt mondja, hogy az ige hogy felismerik Jézus, most ugyanezekről az igékről beszélek, csak abban a kontextusban, azt mondja, akkor észrevettük, hogy abban a pillanatban az ige testé lett. Tehát amikor te meglátod az igébe, az eredetebe, hogy te belőle származol, az a pillanat, amikor te felismered, hogy az ige benned is testé lett. Tehát, hogy te az igéből származol. És nincsen, nem tudsz basic-ebb, alapabb szintre menni, mint az, hogy az ige én bennem testé lett. Mindjárt fogjátok látni a gyakorlati jelentőségét.
ez az, ami a legmélyebb szinten is kitörni az értelmünkből, a megértésünkből magunkkal kapcsolatosan minden szennyet. Mert amikor Jézus testé lett, akkor ő a bűntestének a hasonlatosságával jelent meg. Az az élet, amiről az elején beszéltem, az az élet szellemének a törvénye, és ő legyőzte a halál és a bűn és a halál szellemének a törvényét. Teljesen, ugye, amikor a bűn bejött, a bűn a testünkbe lett benne. A Pál úgy mondja a Róma 7:14-ben, azt mondja, hogy én testi vagyok a bűn alárekesztve. Amikor a bűn leuralta az ember, akkor az ember így gondolt magára, testi vagyok. Tehát ez határozta meg őt az érzékszerveit. Amikor Jézus Krisztusban megjelent az élet szellemének a törvénye, kitörölte a bűn és a halálnak a törvényét. De a megértésünkben benne maradt még az, hogy te testi vagy. És úgy gondolunk, sokan úgy gondolnak magukra, hogy ők testiek. Az, hogy gondol az ember magára, az látszik a cselekedeteiből. Hogy a testi módon cselekszik, akkor testi módon gondolkozik magára. Ha szellemi módon cselekszik, szellemi módon gondolkozik magáról. Viszont azért, amit az előbb is mondtam, amikor te látod magadat, hogy te ki vagy, akkor már nem tudsz testi módon gondolni magadra. Tehát a megtérés, a megtérésnek az a lényege, hogy magaddal kapcsolatosan megérted Istennek a gondolatát. Tehát Jézus Krisztus a bűn és a halál törvényét eltörölte mindenki testéből. Ez az én testem, meg a tiéd is nem a bűnnek a teste. De én gondolhatom azt, hogy ez egy bűnös test, és akkor bűnre fogom használni. Ez a Róma 6-ban le van írva, hogy a te tested a meggazdultságnak az eszköze legyen, vagy a fegyvere legyen. Tehát a mi testünk, ez Jézus Krisztusnak a megnyilvánulásának az eszköze. Nincs bűn benne. Nincs ilyen, hogy mégiscsak létezik bűnös, a bűnnek a törvénye, vagy a halálnak a törvénye. Ez nincs bennünk már. Mert az életnek a törvénye, ami Jézus Krisztusban van, legyőzte. Ez azért nagyon fontos, mert a tested nem kényszerít téged bűnre, hanem a te gondolkozásod, a rossz, helytelen gondolkozásod, ami hazudik és elhiteti azt, hogy te testi vagy, te ilyeneket, vagy olyanokat kívánsz, ez az, ami elhiteti veled, és arra visz, hogy ezt vagy azt a dolgot tegyed meg. De nincs benned egy olyan hatalom, mert ha lenne, akkor Jézus nem halt volna meg. Csak ezt nem, ha nem értjük ezt meg, akkor úgy élünk, mint igen, van egy Jézus sztori, így meg úgy, de tulajdonképpen még úgy élünk, mint hogyha nem is lett volna. Ezért prédikálunk az evangéliumról, ezért prédikáljuk a megtérést. Hogy változtass már meg az értelmedet, mert a bűn és a halál törvénye el lett törölve. És nincsen semmi, ami uralkodhatna rajtad, és téged a rosszra vigyen. Nincsen ilyen. Egyébként, ha a Róma 7-et ott a végefele nézitek, nagyon szépen leírja a Pál, hogy tulajdonképpen amikor a bűnbeesés történt, és a jó és a rossz tudására evett az ember, ebbe az állapotba került. Azt mondja, hogy meglátom magamban, aki akarom a jót tenni, de mégis csak a rosszat csinálom. Tehát ezzel belőle egy ilyen jó szándékú emberek születtek a bűnbeesés által. Mindenkinek jó a szándéka, tehát mindenkinek jó szándéka van, de mégis a cselekedeteiben, ez nem azt jelenti, hogy egyetlen egy jót sem tud csinálni valaki, ha nem hisz, de zömében mégis az ember, ha akarja jót tenni, a végül mégiscsak a rossz jön ki belőle. Azért, mert a testében ott volt a bűn. De Jézus Krisztus legyőzte minden emberben, és nincs már ez az ennek a bűnnek ez az uralmi hatalma fölöttünk. Csak a megértésünkben van. És az mondja azt, hogy te testi vagy, te bűnös vagy, te így, meg úgy, vagy mi is mondhatjuk másokra. De ez nincsen már. Ez olyan, mint egy maradvány az emberek emlékeibe. De azért mondtam az elején azt, amit mondtam, hogy mi szüntelenül, a Dávid így mondta a Zsoltár 16:8-ban, és aztán ezt ismétli az István, vagy nem tudom melyik, aki prédikál, nem az István, az Abcsel 2:25 körül, hogy magam előtt láttam az Urat mindenkor. Ez jelenti, hogy a Dávid, én azt gondolom, hogy megértette a Dávid azt, hogy
hogy neked csak egy dolgod van, az Urat nézve állandóan magad előtt, mert ő benne jön elő mindaz, amit az elején mondtam, ami visszaadja neked azt, hogy tennél, én értem, hogy én úgy vagyok tiszta, mintha soha nem vétkeztem volna Isten szemébe. Én annyira vagyok tiszta. Nem annyira vagyok tiszta, hogy még egy kicsit tisztogatnom kell magamat, hanem annyira, mintha soha nem vétkeztem volna. Ezt nem tudod máshogy megérteni, mint hogyha csak érted, ami kezdettől fogva volt. Most ez a felismerés, az ember megértésének a megváltozása, ezt tudod a vezetni, hogy kitörli mindent, hogy te így vagy testi, vagy úgy voltál bűnös. De amit az előbb mondtam, hogy Krisztus testben megjelent, az az alapja annak, hogy mi így tudunk gondolkozni, mert ő valóságosan eltörölte a bűnnek és a halálnak a törvényét mindenki.